Végéhez érkezett a Dream Road projekt. A Hargita megye tanácsának mély szegénység munkacsoportja által végzett munka kiértékelőjét a sajtó jelenlétében tartották. Akkor a nem roma szülők elkezdik átiratni más iskolákba a gyermekeiket. Amennyiben roma gyerekeket iratnak egy többségében magyar gyerekek által látogatott iskolába, a szülők elviszik onnan a magyar gyermekeket, mutatott rá Sólyom Andrea szociológus, aki a Kisebbségek kisebbsége című kutatást ismertette. A projekt keretében elvégzett a Hargita megyei roma közösségek helyzete és mobilitási stratégiái címmel készült kutatás a megye roma stratégiájának alapját is képezi. A stratégia megírását, amit erre a helyzetképre alapozunk, azt meghirdettük, és jövő év első felében el fog készülni egy olyan stratégia, ami megmutatja azt, hogy milyen közpolitikákat kell majd megfogalmazni, hozni, milyen cselekvéseket helyi szinten, illetve megyei szinten, hogy ezt a mély szegénységi telepeket kezdjük el lassan-lassan, de biztosan felszámolni. Most már Hargita megyében nem lehet azt mondani egyetlen felelős vezetőnek sem, hogy a roma kérdés az senki se oldotta meg, mi se fogjuk megoldani, hanem most már van valami, ami le van egyeztetve, ami meg volt kutatva, ami megfelel a társadalmi valóságnak, és tessék odaállni, mindannyian tegyük a dolgunkat. A Dream Road projekt részeként végzett kutatás részletesen elemzi a roma szegregátumok kialakulását, helyzetét is. A megyében élő mintegy 20 ezer roma, mindössze 20%-a él városon. A megye területén összesen 82 roma telep van, ezek nagy része nincs közművesítve.